Tiszta Fehérben a Rábaettő együttese, a Rigaiak pedig kékben, ők a házigazdák. Mi hagyjuk ki az első helyzetet, és Balázs Zoltánnak is védénél kell, aki egyedüli kapusként volt nevezve erre a mérkőzésre. A korábbi selejtező utolsó meccsén ugyanis kiállították Matkovics Gábort, aki így eljött, de nyilvánvalóan az első mérkőzésén még az eltiltását töltötte. Drót Zoltán szépen fordul, aztán lő, az ellenfél kapusa szintén szép védéssel hárítani tud, és az ismétlés is az övé. Drót Ájuáni Harnis, illetve Mincsó alkották az első sort. Két csapat jut tovább majd ebből a selejtezőből, a Barcelona, illetve a Trebinje a másik ágon, és már is megvan a vezető gólja az Etónak. A negyedik percben Drót Zoltán az előbbi helyzet kimaradt, most azonban már is sikerült a vezető gólt megszerezni. Magasabb a jegyzett csapat egyébként a Rábaett, úgyhogy mindenki győzelmet várt a csapattól. Reméljük, hogy sikerül valóra váltani ezeket az álmokat, és sikerül a továbbjutás is. Elméletileg a Trebinjét tartják a leggyengébbnek a csoportban. Nekünk tehát a Barcelona mögött másodikként tovább kéne jutni. Csakhogy jön az egyenlítés, a Nicasa 11. percben a brazil Da Silva révén egyenlíteni tudott. 2-1 most már. Újra vezetünk. Egy perccel a gól után Harnis, majd Drót volt a labda útja, ebből született meg a gól. Elveszítjük a labdát a saját térfélünkön. Balázs Zoltán az egész tornán rendkívül jól hárított, most is így volt. A kidobás után pedig villámgyors kontratámadás, és már is megvan a harmadik gól. Lódi higgadtan emelt a kapu bal oldalába. A többiek is gratulálnak, neki van is miért. Ez már a második félidő, 3-1 volt tehát az első játék részben. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen megfelelő az elképzeléseinknek. Egy csodálatosan kijátszott akció, Drót Zoltán és Harnis ölelkezik össze, Ájuani volt egyébként, aki pár lépésről belőtte a kapuba a labdát. És aztán ismét Balázs Zoltán, kapusunkra panasz nem lett. Gyurcsányi lódul, megjönnek a többiek is, Mincsó néz fel, pontos labdát ad, és Ájuani ismét a befejező. Most már 5-1 a mérkőzés állása. Hátra van még negyed óra a mérkőzésből, de ez már kezd megnyugtató lenni. Szép húzogatás után, üggyel bajjal, de végül is sikerül a szépítés. Dacskó a gólszerző. 3 gólra fölzárkózik a Riga, akik lehozzák a kapusukat. Az a sárga, aki ott keresztbe szaladgál, ő az, aki a kapus helyett mezőnyjátékosként jött föl. Őt a 4-es szituáció tehát. Ritka egyébként, hogy ennyire bent játszik mélyen az, akinek amúgy a kapuban, hogyha hátra fut, lehetősége lenne, hogy kézzel megfogja a labdát. De ő a gólszerző. A végletekig kijátszották az akciót. Atamunovskász pedig belőtte a lepattanót. Villámgyors kapuscsere. Mi is lehoztuk, hogy próbáljuk ezzel egy picit tartani a labdát, és Balázsnak kellett az utolsó pillanatban visszaérnie. Nehogy nagyobb legyen a baj. És aztán megint neki kell védeni, az ismétlés pedig bepattan Roberto Rózáról 1 méterrel a kapuba. Atamanovskász lőte egyébként, ő az, aki sárgában látható továbbra is. Egy szabálytalanság. És ha villám gyorsan elvégezzük, akkor lehet akár valamit kezdeni ebből, hiszen most veszük észre, hogy üres a kapu. És benn is van. Bent is van a 6. gól, Ájuáni, a találkozó egyik hőse, aki mindig ott volt jókor, jó helyen. Balázsnak van még egy óriási bravúrja a végén. Az utolsó percig nagyon hajtott a Riga, hiszen a gólarány sem mindegy, de miután kinyíltak, kaptak még egyet az üres kapura. Ezt Mincsó lövi. Az utolsó másodpercekben születik meg az Eto 7. találata, 7-4 tehát a vége.